Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiskörös Televízió adását látják 2022. március 14-én, hétfőn, pontban 19 órakor. Nézzük mai legfontosabb híreinket! A német nemzetiség a német listára is szavazhat április 3-án. Április 21-én és 22-én lehet beiratkozni a Bem József Általános Iskolába. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum gyűjteményéből nyílt kortárs képzőművészeti kiállítás. Április 3-án országgyűlési választások lesznek Magyarországon. A magyarországi és a kiskörösi német közösségnek is fontos, hogy ismét országgyűlési képviselőt juttasson az országgyűlésbe. A választás sikeres lebonyolítása érdekében szükséges, hogy a választások résztvevői felkészültek legyenek. Az április 3-ai országgyűlési választásokon a választópolgár alapesetben egy egyéni választókerületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat. A magyarországi német névjegyzékben nemzetiségi választópolgárként szereplő választópolgár a választókerületében egy egyéni jelöltre és az országos német listára szavazhat. Az előző választások alkalmával Ritter Imre személyében lett egy német nemzetiségi országgyűlési képviselő, azaz bentül az országgyűlés ülésein, ezért önálló javaslatokkal élhet, nyilván másképpen tud tenni a nemzetiségekért, és ezt most nem véletlenül mondom, hogy a nemzetiségekért, mert ő elkötelezett afelé, hogy nem csak a német nemzetiséget képviseli, hanem egyáltalán a magyarországi nemzetiségeket. A német listára az szavazhat, aki feliratkozott a német névjegyzékre, azaz kérte, hogy a központi névjegyzékben kerüljön rögzítésre. Nyilatkozott, hogy a német nemzetiséghez tartozik, és egyben kérte, hogy az országgyűlési képviselők választásán is a német listára szavazhasson. A beregisztrálás az nagyon egyszerű. Ha valakit érdekel, esetleg én is tudok segíteni. Nagyon szívesen segítek, de az interneten, a választás.hu oldalon meg lehet találni a regisztrációs lehetőséget, és nem kell hozzá semmi más, csak személyi szám, illetve teljes név, lakcím, e-mail cím, hogy vissza tudják küldeni a visszaigazolást, és egyébként meg annyi, hogy ki kell választani, hogy A, illetve B listára is szeretne felkerülni az illető. Ugyanis, ha csak az A listára lép be valaki, akkor ő azt mondja, hogy én a német nemzetiséghez tartozom, de szavazni nem a német nemzetiségi listára fogok, hanem a magyar listára, és ezért fontos nekünk az is, hogy a B jelet is bejelölje, mert különben nem tud a német nemzetiségi listára szavazni. Kiskörösön a regisztrációs B-listán szereplő szavazók száma, akik április 3-án a német listára szavazhatnak majd, az utóbbi időben 6 fővel gyarapodott. A német névjegyzékbe legkésőbb március 18-án 16 óráig lehet kérni a felvételt. Április 21-én és 22-én várják a kiskörösi Bem József Általános Iskolába azokat a szülőket, akik szeretnék beiratni gyermeküket az intézménybe. Ha van olyan szülő, aki nem szeretne közösségbe menni a jelenlegi helyzetben, a beiratkozásra online is biztosít lehetőséget az iskola vezetősége. Az általános iskolába való beiratkozás minden gyermek és szülő életében meghatározó. Akik a Bem József Általános Iskolába szeretnék megkezdeni tanulmányaikat, április 21-én és 22-én reggel 8 óra és este 7 óra között tehetik meg a beiratkozást. Amit tudni kell a beiratkozásról, hogy ezt lehet online is végezni, de az intézményünk fogadja azokat a szülőket is. Mi több szeretjük, hogyha megismerkedünk így a szülőkkel, és egy közvetlen kontaktot létesítünk velük, hogyha személyesen bejönnek és úgy iratkoznak be. A szülők is szeretik egyébként ezt, mint a kicsit személytelenebb online felületen való történő beiratkozást. Az intézmény egy tájékoztatót fog kiküldeni az óvodáknak, melyben a szülők a beiratkozással kapcsolatos összes információról értesülni fognak. A beiratkozás egy nagyon fontos dolog, hogy az nem jelent automatikus felvételt az intézményben.
a felvételt, és az osztályba sorolás után külön levélben értesítjük ki a szülőket, és a felvétel akkor történik meg. Természetesen akkor ez a jogállapot még az óvodánál marad, és szeptember 1-től válik az általános iskola tanulójává a gyermek. Amellett, hogy gyermekeinknek megpróbáljuk kiválasztani a megfelelő iskolát, a megfelelő osztályfőnök kiválasztása is nagyon fontos. Az első A osztály osztályfőnöke Hirs Kálmán Katalin, az első B osztályé pedig Szenoracskiné Kákonyi Gabriella lesz. A két pedagógus több évtizedes tanári pályafutással rendelkezik. Az első C osztályt pedig Csonka Rita fogja tanítani, aki Soltvadkertről érkezett a BEM iskolába. Az intézményről, az ott folyó munkáról és az elsős tanítónénikről bővebben jövő heti Petőfi tér című magazin műsorunkban számolunk be nézőinknek. Kortárs képzőművészeti kiállítás nyílt a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum gyűjteményéből március 10-én. A tárlatnak a Petőfi Sándor Művelődési Központ adott otthont. Március 10-én kortárs képzőművészeti kiállítás nyílt a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum gyűjteményéből. A kiállítás a Petőfi 200 emlékév rendezvény sorozatának eleme, azonban a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum jelenleg felújítás miatt zárva tart, ezért a Petőfi Sándor Művelődési Központ ad otthont a tárlatnak. A gyűjteményről annyit kell tudni, hogy Petőfi témájú nyilván, és a múzeum gyűjteménye az közel 600 alkotásból áll. Ebből láthatunk mi most körülbelül egy 40-et itt a kiállításban. Az említett 600 darabbal a világ legnagyobb kortárs Petőfi témájú képzőművészeti gyűjteményével büszkélkedhet az Emlékmúzeum. A művek egy pályázat segítségével érkeznek be a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum gyűjteményébe. Az Országos Petőfi Sándor Társaság, Kiskörösváros Önkormányzata és a Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum képzőművészeti pályázatot ír ki időközönként, és a pályázatra beérkező műveket egy zsűri elbírálja, és nyilván a bezsűrizett képekből készítünk kiállítást, ami az egyik fontos eleme a Petőfi szilveszternek. A kiállított darabok a forradalom és szabadságharc témáját dolgozzák fel. Az eseményen Szabadi Maglódi Kitti, a Petőfi Sándor Művelődési Központ intézményvezetője köszöntötte a megjelenteket, majd Harsányi Rozina Anna, a Kiskörösi Szólam Alapfokú Művészeti Iskola növendéke játszott fuvolán, akit Vikorné Hajas Matild kísért zongorán. A tárlatot Babucsikné Zeigfalvi Anna képzőművész nyitotta meg. Mint mondta, nagy jelentősége van annak, hogy ne csak a költő irodalmi műveivel foglalkozzunk, hanem Petőfit vizuálisan is megjelenítsük, amelyre remek példákat láthattunk a kiállított képeken. Minden pályázati kiírásnál figyelt arra a múzeum, hogy didaktikusan megadjon egy-egy témát. Például mondjuk Petőfi hogy szerette az Alföldet, vagy a János Vitéz, vagy hát ugye vagy a szabadságharc. És ennek megfelelően van a válogatás is. Látunk itt az Alföldről képeket, de látunk Petőfi portrét, látunk a szabadságharccal kapcsolatos munkákat, tehát ez nagyon tarka. A technikák között láthatunk olajképeket és grafikákat, részkarcokat is. A képek számos művésztől származnak az ország minden tájáról, sőt a határon kívülről is, például Erdélyből, Vajdaságból és Felvidékről is. Az érdeklődők a kiállítást március 25-éig tekinthetik meg a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Megtartotta szalagavató ünnepségét a KSC Kiskörösi Vattai Technikum és Kollégium a Petőfi Sándor Művelődési Központban március 11-én. Az eseményt palotás tánc és egy saját szerzeményű dal is színesítette.
Március 11-én megtartotta a szalagavató ünnepségét a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum, Kiskőrösi Vattai Technikum és Kollégium a Petőfi Sándor Művelődési Központban. Az eseményen összesen 7 osztály kapott szalagot. Az eseményen a végzősök bevonását követően köszöntőt mondott Rokoncai Rebeka és Szebel Lédi Erik, amelyet a 9. A és a 9. B osztályosok palotás tánca követett, melyet Kővágó Zsolt és Kővágóné Csánki Mónika tánc tanárok tanítottak be a diákoknak. A táncot követően a 11. évfolyamból Podmanicki Dominik 11. B-osztályos tanuló köszöntötte a végzős diákokat. A beszédet követően 3 osztály szalagtűzése következett, majd Ocskai Roland 10. B-osztályos tanuló saját szerzeményével a Búcsú című dallal színesítette az eseményt. Az éneket követően pedig további 4 osztály kapott szalagot. A végzősök búcsúját Kolozsvári Fanni 12. A osztályos tanuló tolmácsolta. A műsor zárásaként pedig köszönetet mondtak a szervezőknek a színvonalas rendezvény lebonyolításáért. Az MB2-ben szereplő Kiskörösi KSK férfi kézilabda csapata a bajnokság 14. fordulójában hazai környezetben lépett pályára. Az együttes március 5-én az érmes helyekért küzdő Meccsek Nádasd együttesét fogadta. 28-27-re nyert az MB2-ben szereplő Kiskörösi KSK férfi kézilabda csapata a bajnokság 14. fordulójában, március 5-én, amikor az érmes helyekért küzdő Meccsek Nádasd együttesét fogadta. A találkozó végig kiélezett küzdelmet és nagy csatát hozott úgy, hogy a kiskörösi keretből több meghatározó játékosra sem számíthatott Horváth András edző. A találkozó elejét a vendégek kezdték jobban, és 2 gólos vezetésre tettek szert. Ezt követően nagy akarással és kiváló védekezéssel fordította meg a találkozó állását a kiskörösi csapat, és az első félidőben végig vezetve előnnyel vonulhattak pihenőre. A második félidő óriási csatát hozott. A hazai gárda a 49. perc környékén egy kisebb hullámvölgybe került, amikor 19-15-ös vezetés után feljöttek a vendégek és kiegyenlítettek. Ebben az időszakban a kapuban Petrucci Kis András több bravúrt is bemutatott, sőt egész pályás gólt is lőtt, a hazai fiúk pedig igazi csapatként küzdvetettek meg mindent a siker érdekében. Az idegesen játszó Meccsek Nádasdiak hibáit kihasználva lőtt szép gólokat a végjátékban is a kiskörösi csapat, és a találkozó utolsó szakaszát emberhátrányban játszva arattak a fiúk bravúros győzelmet. A legjobb hazai játékosának járó üvegbort megosztva vehette át Harangozó Péter csapatvezetőtől Petróci Kis András és Ruskó Balázs. A játék hét érdekessége, hogy a kiskörösi KSK felnőtt csapata mellett a napokban az ifjúságiak és a serdülők is legyőzték a Meccsek Nádasdiakat, így 3 fronton aratott sikert a klub ellenfelével szemben. Most pedig nézzük a mai nap híreit, még egyszer röviden. A német nemzetiség a német listára is szavazhat április 3-án. Április 21-én és 22-én lehet beiratkozni a Bem József általános iskolába. A Petőfi Szülőház és Emlékmúzeum gyűjteményéből nyílt kortárs képzőművészeti kiállítás. Megtartott a szalagavató ünnepségét a Vattai Technikum és Kollégium. Az akarat és a szívvel lélekkel játék hozta meg a kiskörösi kézisek győzelmét. Kedves nézőink, köszönöm mai megtisztelő figyelmüket! Legközelebb új híradóval szerdán 19 órakor várjuk Önöket. Aki lemaradt a mai műsorról, az megnézheti az ismétlést ma 21 órakor és holnap reggel 6 órakor. Híreinket továbbá visszanézhetik a www.kiskoros.tv.hu oldalon vagy a közösségi médiában. A híradót követően sportközvetítésünk következik, melyben az MB2-ben szereplő Kiskörösi KSK férfi kézilabda csapatának és a Meccsek Nádasd együttesének március 5-i bajnoki mérkőzését tekinthetik meg.
Maradjanak velünk továbbra is, és nézzenek minket holnap is. Viszontlátásra!